Sziasztok, Ancsin Gábor vagyok, a Pixeged játékosan, nézzétek ti is az NSO TV-t. Kezdődik az EHF Kupa 4-es döntő. Itt nézve a felhajtást, azért itt más körülmények vártak benneteket. Igen, mindenki ezerrel készül a holnap kezdődő Final Four-ra. Ezzel mi is így vagyunk, azért érezzük már magunkba egy kicsit a drukkot. Edzettünk egy jót, belaktuk a csarnokot, bár nem volt azért ismeretlen számunkra a helyszín, mivel a BL-ben már találkoztunk a Berlinnel, és megtapasztalhattuk ennek a csarnoknak az atmoszféráját, úgyhogy újat már nem tud mutatni a csarnok. Nyilván más lesz a körülmény azáltal, hogy egy olyan mérkőzést játszunk, amiben mindkét csapatnak ugyanaz a tét a Final Four döntőjébe jutás. Említetted, hogy ismeritek a Berlint, ugye találkoztatok nemrég a Bajnokok Ligájában, rengeteget videóztatok az elmúlt napokban. Mi az erősségük, mire kell majd odafigyelni? Nagyon nehéz lenne kiemelni bármi olyan dolgot, ami erősség lehet náluk. Nagyon komoly nemzetközi szintű csapatról beszélünk, a Bundesliga élcsapatáról beszélünk. Nem tudnám kiemelni azt, hogy védekezésben nagyon jók, vagy támadásban nagyon jók. Minden fronton nagyon jók. Szerintem két komoly sorra rendelkeznek. Biztos vagyok abban, hogy a holnapi napon nekünk extrát kell nyújtanunk ahhoz, sőt 4-5 játékosunknak is extrát kell nyújtani ahhoz, hogy meg tudjuk verni a hazai csapatot hazai közönség előtt. Ezen leszünk. Én nagyon készülök, és a srácok is nagyon készülnek a mérkőzésre. Úgy érzem az egész csapaton, hogy képesek lehetünk arra, hogy holnap nyerjünk.